kerültem, apósom volt a harangozó. Ezelőtt az oroszok előtt a iskola igazgató, vagy iskola gondnoka, igen, és ő volt a harangozó, tehát nagyon sok éven át. Ő itt született ebbe a faluba, és ő neki az édesapja is itt született. Már a harmadik ágörökség, tehát nagyon itt született a férjem is. Én Balmazújvároson születtem, ide jöttem férhez, azóta itt vagyok. Én apósom meghalt 70-ben, utána én vettem át el a harangozást. Ő nagyon szerette ezt a kis templomot, ugyanúgy én is nagyon szeretem. Talán minden nap itt vagyok, ritka az a nap, azóta, hogy ne legyek itten. Megőriztünk mindent, amit csak lehetett. Ő innen az oroszok nem vittek el semmit sem, mert apósom is itt volt minden áldott nap. Tehát ők is örültek ennek a kis templomnak. 170 éves, azt hiszem, 180, nem tudom pontosan. Arról beszélgettünk a munkában, mikor? Már a török idők előtt is templom. Hát akkor is az volt, de azután, talán azután elvették tőlünk, vagy azután el lett víve, és lerombolták. Lerombolták, és azután úgy szerezték vissza az elődök, ahogy apósom sorolta. Akkor jött ugye a 14-es háború. Akkor is volt itt egy kis harc, azt mondja. Meg hát a törökök azok nagyon tönkretették a falut, alig maradtak. Mindenki nagyon szegény volt. Azután, mikor már az oroszok bejöttek, azután hozták a villanyt, azután kezdett egy kicsit helyre jönni. Hát itt forgatták a talpalatnyi földet, mert még akkor ez a templom hófehér volt. Nem volt befestve, és akkor ez felelt meg neki. Tehát a részben mi is részesültünk. Hogy a talpalatnyi földet itt csinálták, mert csak ez a kis templom felelt meg neki. Tegé János, a tanárunk megírta ennek a templomnak a történetét, tehát gyűjtötte is, itten ilyen előgyűjtés volt. Mindenki, aki tudott a történelemről, mindenki mondott valamit, ami ebbe a faluba történt, és ő megírta nekünk, hogy meglegyen örökítve, akkor innen nagyon sok mindent adtunk oda a múzeumnak Budapestre is. Hogy megvan még azt nem. Ruhák, az, igen, misekönyvet, akkor még ruhát, azt hiszem Egerbe is van miseruhánk. A régi időkből való miseruhánk. Régi misekönyveket is, igen. Úgyhogy minden itt, minden meg volt. Érizze még. Ruha még nálunk most is van, itt a templomban. Olyan miseruha, aki még a, hát mondjuk az második, első világháború elő, első világháborúból való. Olyan miseruhánk még van itten. Gyerekeknek való minisztrátor ruha, meg oltár terítő, ami még tényleg oda való. Régi. Apósom azt mondja, hogy ő is az édesapjától hallott, hogy már egyszer elásták a harangot. Tehát háborús még veszélyek esetén? A törökök idejében is innen elásták a harangot. Akkor, mikor a 18-as háború volt, akkor is el akarták vinni innen a harangot, de észbe kaptak az idősebb emberek, és akkor elásták itten a templom ajtóval szembe. Volt egy nagy kút, kőkút, és az ő úgy sorolta nekem, hogy akácfa gerendákra rakták a ledeszkázva, és arra tették a harangot, arra meginkább, hogy jól ledeszkázták, hogy tudj rá a földet, és legyepezték, hogy nehogy elvigyék a harangot, úgy őrizték. Tehát nálunk azután
megint lett három harangunk van. Az egyiket most ősre elvitték, hogy a kis kápolnát szentelték, a lélekharangot, de még nekünk van kettő itten. Avval szoktam harangozni. Úgyhogy két harangunk van itt valahol a földbe, de hogy merre van, azt nem tudja senki se. Akik tudták, már meghaltak, tehát nincs belőlük egyetlen egy. Ide beraktam a feltámadási, a nagyközdeki feltámadási képeket, és itt van a közterapa. Ez volt az eredeti lény, ezt kicseréltük, ezt is mindig ide elbújtam. A lobogók is ott vannak fenn a padon. Alig látni, már régi. Jézus, akkor keresztül feszítik. A stáció megvan mind, oda be van rakva. A lobogók meg fenn vannak a padon, ami olyan van, eltettem a padra. Meg nem tudom, már mondom, már neki mutassa már meg
Hát 1935. április 29-én születtem Balmazújvároson, ott nevelkedtem fel. A szüleim, hát parasztok voltak, volt földjük, de azt nem tudom, hogy hogy volt. Nagy hegyes, kis hegyesen vagy nagy hegyesen, ezt már nem tudom, mert ugye gyerek voltam. Akkor bejöttek az oroszok, akkor azt elvették, nagyapámnak volt lova szekere, ugye egy fuvarozott is, ezelőtt is, hát meg azzal dolgoztak a szüleim. Mikor bejöttek az oroszok, akkor őket elvitték, én a nagyszüleimmel maradtam itthon, mert apukám is oda volt katonának. Azt a nagyszülemet meg el... Ő maradt, a nagyanyám maradt, nagyapámat is elvitték a lovaskocsival, az meg nem tudom kikeket itt megint elhajtották. Mert ugye akkor már jöttek erdélybűnösök, menekültek is. Aztán hát, hogy fuvaros volt, hát ő is vitte, én onnan Újvárosról tovább mentek. Vándoroltak a sok emberek, arra emlékszem. Aztán én itt maradtam nagyanyámmal, akkor anyukámékat összedeportálták Újvárosról. Így csak a 12 alakkor bevagonozták, azt úgy vitték el. Máramarus? Most azt nem tudom. Máramarus szigetre őket? Igen, hogy... De azt hiszem, hogy az Ukrajna volt, nem? Igen, igen, ukrajnai rész az. Na, oda vitték, ott volt a gyűjtőtábor, oda vitték őket. A gyűjtőtáborban. De onnan ők megszöktek, aztán onnan hazajöttek. Egy-két év múlva vagy, nem is tudom, hogy már ugye régen van. Ők aztán hazajöttek, hárman szöktek meg. Hogy jöttek haza, azt már így tudják, hogy én régen van. Apukám meg oda volt hadifogságban, ő Berdicsekben volt, meg Kijevben. Meg apám, hogy ugye nem tudom én azokat a neveket, ahol volt, úgyhogy 48 decemberig bejött haza. Azóta aztán itthon vagyunk. Anyukám is ott haza jött, azután összement a család, de addig a szüleim neveltek. Na akkor, hogy... A apukámnak a leszármazottjai valamikor régen ide valók voltak. Itten birtokosak voltak, nem, elég sokáig, mert házak is volt itten, a ház még talán most is megvan. Azt hiszem, hogy megvan valamikor régen, mert hogy én ide kerültem, hát kérdezősködtem, az még akkor régőregek voltak, akik, egy asszony volt, aki azt mondta, hogy ő szolgált nála lánykorában. Tehát a család nevet tessék mondani? Szána család volt, mert apukám Szána Mihálynak hívják őtet. Ott volt az öregektől Róza Magdus néném, de ezek kimentek Amerikába. Tehát már a gyermekek kimentek Amerikába? Kimentek Amerikába. Kapcsolatot tartották velük? Hát mikor még az oroszok begyöttek, 45-ben, még 46-ban még csomagot küldtek az hozzátartozójai. Még akkor csomagot küldtek, de azután megszűnt a csomag, mert nagyon sokat kellett érte fizetni, azt nem tudtuk kiváltani. Azt azután meg lett írva nekik, hogy ne küldjenek. Háború után, mert hát nem tudtuk kiváltani. Iskolában Balmazújvároson jártam. Utána ott elmentem dolgozni, 13 éves koromban már az elepi, 50-ben az elepi állami gazdaságban dolgoztam, állandó munkám. Onnan aztán úgy kerültem ide Tiszaigarra.
mert ugye egészen ohat puszta Korcsig. Volt a munka területünk. Onnan úgy kerültünk. Ott is ismerkedtünk meg az erdőben, de sajnál ő is a dolgozott én is, azt ott is ismerkedtünk meg. De férjével Ohaton találkoztak, az ohati? Ohat puszta Korcsig. Ott dolgoztam. Ültettük az erdőt. Nem tudom megvanni, mert nem igen, nem tudom. Onnan aztán úgy kerültem ide, azóta itt vagyok már 50 éve. Régóta. Azóta itt vagyok. 71-ben lettem barangozó. 71-ben. Apósom meghalt 70-ben, én meg 71-ben vettem át. 71-ben lettem valamikor. Azóta itt vagyok. Dolgoztam is a télben is, mindenhol dolgoztam. Gazdaságban is dolgoztam. Mindig dolgoztam a világban, még májnak is. Nem szeretem. Fesztivál Árpádútra jöttem férhez, azóta ott lakok. Fesztivál Árpád hárman, megszülettek a gyerekek, egy fiam, egy lányom van, a harmadik az meghalt, azóta ott élek. A gyerekek az egyik, a fiam elment egyekre, oda nősült, a lányom ősre nősült, ment férhez, ő ott van, én meg itt magam egyedül itt vagyok. Magam egyedül köszönöm. Na, mondom. Földes mennyiért. Ő nem olyan túl sokáig szolgált itten. Son Ferenc, ő 10 évig biztos volt. Gulyás az is nem sokáig, vagy 5-6 évig volt. Illés az meg is többször volt, úgyhogy több segítőként volt. Ő volt a madarasi. Igen, mert ő Madarashoz szolgált össze, nekünk nem volt kapunk, vagy Gyegerbe jött ki helyettesíteni, vagy onnan, vagy ha ő nem tudott jönni, akkor Egerbe küldtek a kapot. Mert ugye akkor még minden vasárnap mise volt. Ötvös ő meg hát ő se sokáig volt itt, mert nem látott. Ő beteg volt, utána már kezdett, ment úgy. Külföldre ment, az Isten ott működték a szemét, azután már ide nem jött vissza. Vámos Antal is volt itt, vagy ott évig. Ő is volt. Áthallott, az biztos, hogy 15 évig volt, ez fix. Hát itt sokáig, a Miklós atya. Bereckei. Meg még a kis haragot kiszenem hozzá. Mert az a miénk. Elégett a misét. Aztán a miénk meg mindig utána. A ház pedig hogy állt? Tessék még. Így volt kifele. Azt elbontották 30-ig.
Az apukám, mikor katona volt anyukám, mikor még lány volt, aztán én vagyok. Itt meg a Labziba vagyunk, járjuk a kocsodáncot. Azaz, mit írtak akkor a naptárak, Rózsika néni? Mit írtak? Hányban volt ez körülbelül? Hát körülbelül, nem tudom, 50 valahányban. 50-ben, 51-ben, 50-ben, vagy nem is tudom, hogy miért írtak. Most egy tisztem tegnap. Ez tegnap. Még nincs ki sem mosva. Ezt ki kell mosni, ki kell minnyíteni, az úgy gyönyörű. Itt van az alma. Adja itt! Adja! Már fogfélyük éget. Igen, és akkor így elfordítást is. Most talán, ha elfordítom, akkor így van.